Magyar és ukrán nemzetiségűek is részt vettek a hétvégi Ukrán Kultúra Napján Nyíregyházán. Az ukrán kisebbségi önkormányzat rendezvényén elhangzott, a Kárpát-medencében élőknek nagyon hasonlók a kulturális gyökereik, ám Ukrajna távolabbi részeinek kultúráját is érdemes megismerni az itt élőknek. Ez az ukrán híres költőnk Taras Shevchenko nevéhez kapcsolódik, de mi úgy szoktunk csinálni ezt a rendezvényt, mint ukrán kulturális napok. Versek, ének, festmények, ez mind, ami összekapcsolja ukrán nemzetet, és szeretnénk mutatni Magyarországnak, hogy mi ukránok, akik itt élünk, tudunk összejönni és ünnepelni. A kiállított képek, babák, népi hímzések mellett ukrán verseket és dalokat is hallhattak az este során. Felléptek az ukrán vasárnapi iskola diákjai is. У кого пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби та не літає, а крила має, а крила має. A vegyes házasságból való gyerekek járnak az iskolába, tanulják a nyelvet. Van olyan gyerek, aki valamennyit tud, megtanul írni, olvasni. Van olyan gyerek, aki nagyon jól beszél, de mást nem tud. És így tanítjuk őket. Már 10 éve működik az iskolánk. Sok gyerek nyelvvizsgát tett. Van olyan gyerek, aki Ukrajnába tanul, olyan tudást szerzett, hogy ott tud érvényesülni. És általában nagyon népszerű az iskolánk. A rendezvényen résztvevő ukrán nemzetiségűek szerint az új haza elfogadó, így nagyon könnyű egy más kultúrával Magyarországon élni.